A lomtalanítás világszerte ismert módszer arra, hogy az urbánus világ megszabaduljon megunt dolgaitól. Székesfehérvár is velük tart. Ebből azért lehet hasznosítani, és ebből lehet csinálni valamit, mert tudja, hogy nagyon sok, akik nem dolgoznak, és szegények, nincs a lakásban laknak, akik nem is tudnak, kályhájuk van, szedik a fákat, gyűjtik a fákat, csináljuk ezt a lomizást, és ez folyamatosan egy hónapon át van, és hát ebből élünk. Az ajtókon benyitni már nem lehet, a hűtőkben nincs semmi. A lámpák nem adnak fényt, az üvegek pedig legfeljebb tört fényűek. Most a rokonoknál húztam meg magamat a gyerekekkel, és itt van a tél a nyakunkon, ugye tüzelőt kell szedni, kis ruha nem üt a gyerekeknek, és muszáj vagyok ezt csinálni. A lomtalanítást kihasználók egyébként nem Isten elleni vétket követnek el. A lomizók ősi mondása, a megmaradás elvét sugallja. Azt kell megtartani, és azt kell megszerezni, ami van.